hogy az ellenfeleit durván két menet alatt likvidálta. Mennyi jutott? Hát gong szólt, bár Zouski a mérkőzésen más, mint egy szerinte csak a reklám ben tartották legalábbis szűk szakmai berke. Hát nem vált valóra jó. És New Yorkban a Nassau Coliseumban rendezték a találkozót. Az esztendőben tetten, hogy menedzselték. Remek felhozó ember, semmi esélye. Tökéletes volt arra, az önbizalmivó volt. Remek. És ahogy mondtad, villám gyorsan elvitték egy 25 marker boxot. Azért ekkor egy picit azért kihullajtotta a csikófogait. Kellett egy persze, mert csak 178 cm-es, de egy olyan meteorit, aki alapjaiban megrengeti a boxvilágot, és ő volt Mike Tyson. Mondhatjuk azt, hogy a ring, ahova ő belépett, az a mérkőzés a sújtott a terület? Jó ideig így volt. Szóval ezt a sorsot szánten, a bátor ember Zouski, hogy 86-ban Peter Douglas, annál az is legyőzte Tyson, 20 perces programra, mert mondjuk nem mentek ki az előták, hogy kb. Majd az arénát, de akkor is kíváncsi volt mindenki, és rengeteg hölgy között tévés csúcsokat is Tyson. Megnézzük a kb. 6-7 Mike-t. Persze, meg az az ő baja. Ez nem súlyt. Mike Tyson. Itt azonban természetesen az első két menetben őt eltalálgatja azt az Zouski, és 12 a Brocktonban született, ahol a Rocky Marciano is tartozik. Meghökkentő lenne, ha Zouski megszorítaná Tysont. Iszonyú mekkora felütések. Igen. Ez a védjegye Tysonnak, ezek a brutális erejű felütés, hol bontani. Tehetetlen volt, amikor úgy igazán jól át tudták fogni, be tudták. Hát ilyen emberi buldó. Egy távoli balharag után Zouski